Sziasztok, Ádám vagyok, a tekettő.hu-t nézitek, és az új Samsung Galaxy S7 Edge-et tartom a kezemben, amit a debreceni Samsung Experience Store-on már március 8-án megkaptunk. Lefuttatjuk rajta az Antutu benchmarkot, amelyben megnézzük, hogy mit tud a készülék. Ez már 4 GB RAM-mal van szerelve, másfél GB RAM szabad jelen pillanatban, a 32 GB háttértárból pedig olyan 22,5 GB érhető el, illetve microSD kártyával ez a modell már bővíthető. Érdekesség, hogy két verzióban van, létezik Qualcomm Snapdragon 820-as 4 magos processzorral, viszont ez Európában nem érhető el. Magyarországra és Európába a Samsung saját fejlesztésű 14 nanométeres FinFET gyártás technológiával készült Exynos 8890-es verzióval szerelt modell került. Ez négy darab, hát itt Cortex A53-asnak jelzi, bocsánat, tehát nem négy, hanem 8 darab maggal rendelkezik, viszont ezek saját fejlesztésű magok a Samsungtól. És itt láthatóak, hogy ezek a magok akár kikapcsolhatóak, vagy különböző óra jelen is járhatnak annak függvényében, hogy milyen teljesítményre van szükség. Mali T880-as grafikus gyorsítónk van 12 feldolgozó egységgel, a kijelző felbontása 1440x2560 pixel, ami 5,5 hüvelyken terül szét. És hogyha megnézzük a kijelzőt, akkor láthatjuk, hogy 10 érintést támogat természetesen, illetve hát beszélni kell a különleges két oldalt leívelt kijelzőről, ami a Galaxy S6 Edge-ben debütált egy évvel ezelőtt. Egy új 12 megapixeles kamera került a hátoldalra, dual pixel kamera technológiával, 5 megapixeles az előlapi kameránk, megnőtt az akkumulátor kapacitása, 3600 mAh a mérete, Android 6.0.1, azaz a legfrissebb marshmallow fut a rendszeren, van NFC-nk, 802.11 AC Wi-Fi-nk, illetve viszonylag sok szenzor, amely belekerült a készülékbe, itt láthatjuk ezt. Elindítom a tesztet és megnézzük, hogy hogyan fog teljesíteni. Itt ugye először a 3D-s teszt fog elindulni a telefonon, amelyben várhatóan nagyon erős, hiszen elvileg a legerősebb androidos telefon az S7 Edge. Úgyhogy valószínűleg nagyon, de nagyon jól kell, hogy teljesítsen itt az eszköz, ezt mindjárt láthatjuk is majd. Itt egyelőre ugye számadatokat még nem látunk, most off-screen renderrel is megy, majd a végén fogjuk látni az, hogy ténylegesen milyen teljesítményt hozott össze a készülék. Itt is ebben a kis japán kertben igazából hibátlanul jelenik meg minden elem, igaz, ez egy full HD-s renderelés csak, valós idejű árnyékkal. Most még továbbra is kis képfeldolgozást tesztel a rendszer. Egyelőre egészen jó a pörög, most vagyunk a teszt felénél. Maga az S7 egyébként több szempontból is érdekes, egyrészt azért, mert a
korábbi kiadáshoz képest, a Galaxy S6-hoz képest nagyobb képernyőre váltott az eszköz, ugyanis az eszköz 5,5 hüvelykes, még a Galaxy S6 esetében, Galaxy S6 Edge esetében csak 5,1 hüvelykről beszélhetünk. Ebből a szempontból inkább az S6 Edge Plus-ra hasonlít a Samsung új készüléke. Viszont ezzel a mérettel népszerű lehet, hiszen egyre több felhasználó keres és vár ilyen 5,5 colos kijelzővel szerelt készüléket. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az esélytét sikeres lehet, bár egy olyan 30.000 forinttal magasabb az ára, mint a flat, azaz hagyományos kijelzős S7-nek, ami esetében ráadásul kisebb kijelzőről is beszélhetünk egyébként. A Samsung nagy változásokat eszközölt ezen modellben az elődjéhez képest, hiszen bár a design az minimálisan változott csak, kerültek bele újdonságok, ugye 16 megapixel helyett 12 megapixeles lett a hátlapi kamera, ami nem emelkedik ki annyira, viszont sokkal nagyobb lett a pixelek mérete, illetve az autofókusz rendszer lett sokkal jobb, az akkumulátor kapacitása megnőtt, illetve ami még fontos, hogy vízálló lett a készülék, azaz gond nélkül belemeríthetjük akár vízbe, IP68-as minősítés szerint por és vízálló, amihez nem kell semmilyen kupakot lezárni, ahogy láthatjuk alul minden kis csatlakozó szabadon van, és ez így jól is van, így is vízállóvá tett a készülék, tehát nincs ebből a szempontból probléma. A Galaxy S7 Edge igazából meglehetősen gyors, ami köszönhető valószínűleg annak, hogy esetleg már az Android optimalizálásában a Google is besegíthetett, hallani lehetett ugye hasonlókat korábban, nem kizárt, hogy már itt is erről van szó, ugyanis nyilván egyébként a jelenlegi legerősebb androidos hardware-rel szerelt készülék, tehát ez tényleg a gyors működést várjuk el tőle, de tényleg meglehetősen tempósnak tűnik az S7 Edge így az első használatot tekintve, és számos funkció kicsit gyorsabban is működik, mint a korábbi verziókon, illetve azért sem szabad elfelejteni, hogy a Samsung tovább nyomja az egyszerűsítést, ugyanis például saját alkalmazások tűntek el a készülékről, így nincs már többek között Samsung zenelejátszó sem a telefonon, hanem csak a Google Play zene érhető el. Közben pedig lefutott a tesztünk, 115.026 pontot kaptunk, amely nem a legtöbb, illetve hogy pontos legyek, hogyha rámegyek itt a listára, akkor a legtöbb, viszont azért láthatunk már többet is a Galaxy S7-estől. Ez nyilván ez többféle dolog függvénye, hogy milyen pontszámot kap. Így is látható, hogy akárcsak a Galaxy S6 Edge-et is elég jelentősen leveri, de a Mate 8-at is, amely hasonló erősségű, vagy hasonlóan meglehetősen erős készüléknek nevezhető. És ebből a szempontból jelen pillanatban hardware tekintve androidos fronton nincs ellenfele a Samsung készülékének. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S7 Edge okos telefon Antutu benchmark tesztje. Kövessétek továbbra is a Tech2-t, sziasztok!